úgy mondja, benzingőzben nőtt fel, családi teherautójukat háborús roncsokból szerelte össze, majd motorversenyzésre adta a fejét, később a leghíresebb versenyzők szerelője lett. Most túl a 9. X-en egy roncshalmazból saját kezűleg kipofozott Puch motort hozott el nekünk, az öröki fiú Herr Károly. Édesapád, ugye, tehát valóban igaz az, hogy benzingőzben nőttél fel. Édesapád fuvarozó volt, ugye, méghozzá eléggé menő manó. Meg is mutatom a tábláját, amelyik itt található, ugye, édesapád Herr Lajos, igen. Ugye. Egyébként egy sváb család, valamikor Mária Terézia alatt jöttetek, ugye, Magyarországra, és a mai Váci Cement műhelyén volt egy kisebb birtokfélétek. Három hold. Hát elég az. Na kérem, mi a Mateos? Annak idején nem lehetett másképp fuvarozni, csak ha ebbe a Mateosba beléptél. És tehát ez... oda bárki nem mehetett be. És mit jelent ez a rövidítés? Magyar Teherautó Fuvarozók Országos Szövetsége. Menetlevél kellett, a vasúttal paralel lett, be kellett jelenteni a menetet, illetéket kellett fizetni, és bevonultatták a kocsit a háború előtt már a felvidéki, délvidéki bevonuláshoz. Tessék. Az anyám meg fizette a részletet, úgyhogy apám katonaruhában, én a kassai bevonuláskor apámmal voltam a bolyikabátban. Hogy így lett a fehér lobon. De hát akkor legalább annyi megnyugtató volt a dologban, hogy ő a hadsereg részére átengedett saját teherautóját maga vezethette. Igen, igen. És akkor szállítottatok csapatokat? Igen, vagy? Volt egy pár láda fönt, hogy mi volt benne, nem tudom. 20 kocsi volt besorozva. Uh-huh. Akkor úgy volt, hogy este jött a behívó, reggel kérem szépen itt és itt jelentkezik. És akkor menni kellett. Így van. Ahol én inas voltam, ott volt a Nagy Mihály autókarosszériás. Annak a bőr és a bútora le volt Szombathelyen a bombázás véget, ott nehogy Pesten. Mondta, Lajos, gyere el, mert itt vannak az oroszok, hozzuk haza. Hát ugye jó haverok voltak, beindították a kocsit irány Szombathely. Mondta Jenő bácsi, aki nálunk a sofőr, Lajos bácsi, ne menjünk, mert itt vannak Vecsésen az oroszok. Műt Jenő úr, apám ilyen virtus, Jani, elmentek. És mikor jöttek visszafele, Neszménné, ott az orosz hadsereg. Jenő bácsi mondja, Lajos bácsi, állítsa le már a motort, itt vannak az oroszok. Hát Jenő úr, hát maga hülye, hát még hol vannak, még izé Vecsése vannak. És ott jöttek az árokba az oroszok. Jenő bácsi, aki már megjárt az orosz frontot, öt nyelvet tudott, én konyha nyelven. Na hova mentek? Hát hogy menjetek vissza a faluba, majd elmegy a front, két nap hova mehettek. Visszamentek a faluba, 5 perc múlva ott voltak az oroszok, meleg volt a motor, édesapámtól elkérték a sluszkulcsot, és adott a tiszta papír, egy notebook kitépett egy papírt, hogy háború után visszakapja a kocsit. Ebben percben apám megőszült. Na, igen, igen. Tehát akkor még a részletet fizettük az autóval. Még nem is volt kifizetve. Na, elvitték az oroszt, még Belgrádba is látták, mert a név rajta volt. Igen. Na mostan Jenő bácsi a Miska bácsival hazajött a dobogókön keresztül, mert ő már azt mondja, a bokrok jön, nehogy fogságba essen. Uh-huh. Na, azt kell tudni, és apád ez alatt hol volt? Dologon a rokonoknál minden nap, hol németek voltak bent, oroszok. Annyi árkot, ásott, mert itt bújtak, meg úgy bújtak a katonák. Uh-huh. A 120 kilós apukám 50 kiló volt, mire hazajött. Na mostan Jenő bácsi, ugye dobogókön keresztül kell jönni, azt kell tudni, hogy dobogókön, hogy megyünk Szentkeresztő fölfele, jobbra-balra az autók az erdőben, az árokban voltak.
Ha azt mondom 1500, akkor nem mondtam sokat. Na most azt mondta nekem, hogy erigy el, mivel ott van rába boton, a ti kocsitok rába botonról lennére, hengerfejet, karburátor, amit bírsz, és dugd el 5 fával odébb a bokorba, mert abból lesz az autó. Hát mondom, jó van. És ezeket a hadsereg hagyta széjjel, menekülés közben vagy? Mert ott beszorult a hadsereg, nem tudott menni Bécs fele, uh-huh. A tankok, amit lehetett, letoltak, ami meg ott maradt. Ha ott olyan nézi, zsákmány volt ilyen autószerelő gyereknek, mint én, hogy szemem ugrált, hogy nézi. Na most, tehát a haverommal, akivel fönn voltunk, hát megláttuk ezt a pukot, hát ide, nem ezt, hát ez, igen. Az egy ilyen szilánk sérült motor volt, amit a párnál ott maradt. Uh-huh. Hát mondom, hogy én már akkor én a motorére vett a felem, gyere ezt hazatoljuk. És 2 napig toltuk haza a motort. Dobogókörön. Na de lefele kicsit rá tudtatok ülni. Nem tudtuk mi rájönni, semmit toltuk, érted? Igen. Hát defektes szarral, hát itt. Na, és akkor... Akkor elhoztuk haza a motort, utána ugye csak jártam én Pestre alkatrészet leszerelni. Mert itt minden utcában annyi autó állt, hogy azon mindenütt lehetett valamit leszedni. Mentem a 3 kerekű triciklivel, és a Lánchídnál az egyik szobornál volt egy olyan szilánk sérült ilyen puk, hogy csupa szilánk volt, még a Vágnes is minden. Azt is hazatoltuk. Na mostan ugye, csak ugye 17-16 éves gyerek evett a pene, mert csak Mátrára tudtam rájönni, az ment 20-at, hát az nem volt nekem elég. És akkor a 2 motorból így csináltam egyet. A haver adott ilyen jó simangumit, majdnem olyat, mint amit itt látszak fényképen. Szumma-szummárom, rövid az idő, beindítottuk a motort, megyek a Teve utcán, mint aki lopta a motort, meg ez a, mint ahogy a egykerekesek most mennek, mint a hülyék, és mentek az apámhoz a Forgács utca 8-ba, mert ott laktunk, Lajos, gyere, mert a gyerek megy, mint a hülye. Mert nem volt rajta kipufogó dob, csak a cső. Ez úgy ment, mint egy Hoffer traktor. Na most, ennek az volt az érdekessége, hogy azért akkor bátorság kellett, mert mindenkit összeszedtek a Váciútól ócskavasat rakni, a gyárakatól pakolták ki kicsi robot. Nekem nem volt a kipufogó dob, és 100-zal jártam a Váciútól. Se jogosítvány, se rendszám. Az orosz utánam lőtt a Fordéknál. Visszafordultam, ott a járdára vele szerintem, mit akart mondani? Csatakaj. Beszart az orosz. Na, itt volt a kerék. Itt volt a kerék, érted? Hát nem mondtam, angyalföldi srác volt, nem mondtam, ember a bolca. ...1948-ban vizsgáztam le úgy, hogy nagykorúsítani kellett. Az apának ekkora volt a feje, hogy most a gyereket ad, mit idén nagykorús, mire izé. Hát mert 21 év volt a nagykorúság, te igen, akkor voltál 20. Igen, nem lehetett a hivatásos autót, nem lehetett csak hivatásos jogosítvánnyal vezetni. Uh-huh. Na most ugye elmentem az apám kocsijával, meg elmentem, egy Mátraitól kaptam egy 55-ös tejet, és a jó Skoda, a 350-es NS út. Úgy tett rá. Azt mondta a Csimponéli mérnök úr, mit akar ez a gyerek? Azt mondja, mindjárt elindul, azt mondja, hogy nem bolond. Persze, hát mentem is vissza, meg volt a jogsi, és mentem. Mikor a Ceglédre mentem, már az apám autójával, már béke van, 48, és azzal az arábával, amit összeszereltetek. Az utcán, minden, amit összeszedtük, minden. Igen. És azt, mikor gondoltatok abba bele, hogy az oroszok ezt a rábát talán nem adják vissza? Soha. Tudtuk. Hát már egy Opel Blitzünk a Donkanyarban ott maradt. Tehát azt már tudtuk. Uh-huh. Hát ezt már leírtátok. Igen. Na most még az az érdekességben az egész, hogy a fuvarozásról. Tehát Cegléden megyünk, Törökszentmiklósra minden héten. Cegléden még leszették a kofákat a kocsiról, a fogolytáborban, 48-ban. Mindig a pálinkának hátul kellett lenni 2 üvegre, a kiskatona megkapta a pálinkát, a spírt, mert ők úgy hitták, fölállt a treplére, és végig kísért. Ott megint a sorompó föl is, kér, hogy nehogy valakit levegyelek.
mert ezek voltak a kereskedők Újpesten a piacon, akik árultak. Törökszent Miklóson, a nagy piacon meg vásároltak a csirkét, tojást, mindent. Tehát ez a fuvarozás tárgya. Te emlékszel is, hogy a fölrobbantott Margit híd helyén volt a Manci híd, ami igen, egy fából készült híd volt, és ott egy... Ott a jaj. Menjünk a biciklivel. Hát mondanom se kell, akkor biciklizni senki Pesten nem mert. Nekünk az ülés meg volt lazítva, az orosz azt mondta, davaj, vacokli, odattuk a biciklit, rájött, megbillent a fücsülőjét, megnyomta, úgy oda a biciklit mentünk tovább. Na most jön a baj, így ott a sziget közepén, nem a szálló fele, hanem menjünk a szigetre, ami még nincs lerobbantva, és ilyen orosz hölgyek voltak, gyönyörű szoknyában minden, piros meg ilyen zászlóval, hogy erre mehet, meg arra mehet a forgalom. Meglássa a Lacit, igyi! Azt mondja, Laci, mit csinálják? Hát elindul oda, hív, barát. Hát mondom, mit csinálják, miért van te idéve? Hívt a másik nőt, őt átett a posztot, én ott voltam egyedül. Hát elvitte a sátorba. Laci 3 nap múlva jött haza, 10 kilót lefogyott. Beve utca, Röppenty utcából akartok kerülni, gyertek, menjünk a szigetre a Bárisnákhoz. Mi? Értem, igen. Ilyen igen. Hírünk volt nekünk. Igen. Hát örülök, hogy ezen a fronton is ugye a magyar legények jó hírnevét öregbítettétek. Köszönjük szépen. Na kérlek szépen, motorversenyző is lettél, ugye? Az első motorod az csomó alkatrészből volt összerakva, igen, meg mit tudom én, és abban az időben nagyon nagy sztárok voltatok, ugye volt olyan motorverseny, hogy 5-600 ezer ember is kint bizony, volt. Bizony. Neked melyik volt a legemlékezetesebb versenyed, és egyáltalában hol minden, mert azt hiszem, hogy motorversenyt szinte mindenütt rendeztek. Ház több körül. Igen. Tudnék, én csak egy 20-rendű versenyző voltam, mert én nem akartam, hogy a lábam elmenjen, mit kapok egy babérkoszorút, még egy gumit, meg egy gyertát se adtak. Igen. De ugye az volt a helyzet, hogy kézzelhetett, csak úgy mondom, mert van ez a 350-es puk, ami 130-at mentem, mint a bolond, mert ilyen gumi volt. Most elég egy ilyen kis motorral, ilyen virsli gumival, azt gyere le, tihanná ott a dombon a hajóállomás felon 140-nel, ha befordulsz, tied a házam. Hát azt ugye mondjuk el, hogy 49-be államosítottak. 50-ben volt, mindenkitől elvettek mindent, még a gatyáját is. És édesapád erre tulajdonképpen ráment az élete. Tehát ezt pillanatok alatt, 3 agyvérzés. Hát az örök életében dolgozott, az nem aludt, csak a kormányra volt egy párna, rátette, azt a mitvára szólt, hogy Lajos bácsi már egy órája alszik. Igen. Hát milyen autók voltak, T-Ford, meg minden örökké javított. Én mellette feküdtem, csupa olaj voltam örökké. Mert néztem, hogy apuci, mit csinálsz, érted? Igen. És a házatokat azt meghagyták, vagy azt is elvették, vagy? Azt akarták sokszor elvenni. Hála Istennek a szocialista összekötetésemmel az igazgatókat meg tudtam fúrni, úgyhogy még a pártból is kirúgták, hála Istennek őtet. Nagyon jó! Az államosítás után azt mondta Zsolnai, aki már 36-ban kommunista volt, Kis Herli azonnal elégyel dolgozni, mert kitelepítenek. Na, elmentem a Pannonia szőrmegyárba. Hát így ott jó helyen voltam, mert a szállításvezető ott lakott a Teve utcában, dédelgetett. Vállalatvezetőben mentünk Cseperre, államosítottunk egy ilyen bőröst. És azt mondja a vállalatvezető, kapcsikám, erígy már nézd körül. Hát én körül néztem, elmentem a bőrraktárba, ide-oda, és megláttuk csak egy ilyen fél sárvíz és sanyipát. Hú, mit a jó nőt láttam volna, ledobálom a bőrt, egy 2-3-as Mercedes van ott, megúszta a háborút. Tudod, mint a Hitler, amiben igen, gyönyörű. Két pótkerék bennem. Mondom, ezt elhozzuk, én ezt addig élek, én ezt megcsinálom.
Három napig húztuk petrolömmal, mire a motor megmozdult, tehát a Igen. Na akkor ugye engedély, minden, mert macektan, akkor már nem lehetett javítani. Kárpitot, meg finnezést, kisiparoshoz. Könnyipari engedély kellett. A nagy név volt a könnyipari miniszter, annak nem volt ilyen kocsija. De én ebből nagy hasznot húztam, mert jöttek az oroszok, a sakkozók, a mérnökök, ezek azok, és kiigényelték a kocsit. Akkor 2-3 hétig Margit sziget, nagyszálló, ide-oda, kutatóintézetbe, tudod, és akkor nem mentem. És az autó maradt a szőrbegyár tulajdonában? Persze, mindig. Behozattad, és te vérsaftoltál vele. Most, hogy ezt a kocsit itt talpra tettem, mindent, úgyhogy én bevágottam nagyon a vállalatvezetőnél mindent, ami a később életemben mindig azra rákerült a sor, még a franc tudja, talán a temetőben is rákerül a sor. A behívót elvitettem a minisztériumba. A minisztériumban a gépkocsi csoportfőnök az apámnak a haver volt, mert az apám is reakciós volt, ilyen szociáldemokrata volt. Aki akkor volt a gépkocsi főnök, az az Opeléknál volt művezető. Együtt ittak a Mátrai kocsmában délben a sört. Lajoskám, mit hallottál szabad az orosz adóban, meg az angol rádióban? Már 42-ben vettünk egy ekkora rádiót, ilyen macska szemben. Apám örökké hallgatta, hogy mit mond a rádió. Na most az apám mondta, hogy mi van a fronton, mit hazudnak, vagy hogy van. Na most te ugye 45 után ez bevonult katonatisztek, és ezredes csoportfőnek. Tehát volt nexus. Na hát kis Herli, hát én nem tudlak fölmondani, eljössz az Ezredes utcába polgári alkalmazottnak. És akkor nem tudod bevonulni. Tulajdonképpen meg a katonasságot. Csak egy évre. Csak egy évre. Na mostan, utána, ahogy ott az Ezredes utcában, azt mondja nekem a százados, Herr Bajtás voltam akkor, azt mondja, mit akar? Tanácsadókhoz, Tátraplán, BMW, vagy azt mondja, mondom én, nem mondtam ki, vagy, de minden szó. Van ott 3 teherkocsi, hát az ott van a 1/2 éve, nem jó. Megcsinálom, maga? Hát persze, mondom. Az apámnak ilyen autója volt, húzassuk be. Behúzattuk, felelőruha, csinálom, megyek, adját csavart, adja ezt, hazulról is vittem be egy csomó cuccot. Azt mondja nekem a százados, hogy hát maga, hogy áll az, hogy semmi nincs kiírva? Hát mondom, én nem érek rá ott órákat állni, még kiírattuk egy darab zsugó salátétet, mondom. Kész lett a kocsi, de azt mondja, jó, jó. Főhívta a Górét a minisztériumba, itt a Karcsika. Karcsika. Igen, már Karcsika kész lettél. Kész a kocsi. Na, hónap, piacskám, gyere ide, megnézem a kocsit. Honvédelmi miniszter elé, odaálltam a kocsival, persze én lepújtam gyönyörűen, új katonai színre. De az ki volt a farkas, vagy ki volt az a piros? Nem honvédelmi miniszter, rosszat mondtam, a gépkocsi csoportfőnök. Gépkocsi csoportfőnök, hát az a piás haverja az apádnak. Igen. Na most aztán oda megyek a kocsival, eldobtam magát, az egész honvédségnek nincs ilyen szép kocsija, meg minden. Na piacskám, holnap jössz ide? Itt olyan bácsikat viszél, mint az apukád. Mennek nagy gyakorlatra, minden gödröt kikerülsz, lassabb mész, rendben van. Másnap oda megyek, úgy kellett a següket főtenni ennek a sok tábornokra, mert nagyon öregek voltak, mint én most. De a teherautóra? Igen. Mentünk, hagy gyakorlatot tanulni, tudod? Igen. Báty meg franc tudja. Igen. Megálltunk egyet. Beton Krisztusnál, azt mondja nekem a főadány, ellentás itt megáll, sehova nem megy, mi este 6 mire visszajövünk, rendben van, sehova nem megy, jó. Leültem, aludtam, de hát bennem volt azért, hogy körülkülne itt nézni, mit lehet lopni. Tehát, megláttam azt a jó, drága, őszi barackost, életem olyan finom barackot temettem, áthoztam 2 darabot, de mondtam, vissza kellene menni az aktatáskából, kirapkom a kajámat, és elmegyek jó hátra, és szumma-szumárom röviden a 2 ülés tenni lett barackkal. Megjöttek ezek a szekény, mint apáim, folyt a víz, sapka így, ez a térképtartó táska hátul. Na mondom a tisztek, hogy kínálja meg, itt a büfé megnyílt. Kinyitottam az ülést, eldobták magukat, mindegyik csak egyet vett.
Mondom, ezt mind meg kell enni, addig nem indulunk el. Mindegyiknek itt volt a barack, meg minden, érted? Én voltam a barackos sofőr, érted? A minisztériumban istenítettek engem. Hát tudod, akkor időtájt alakult meg ez a belső karhatalom. Ez nem volt egy leányálom, ugye? Munkásőrség? Nem, belső karhatalom, AVH. Belső AVH, karhatalom. Fajén. Na most képzeld egy kapitalista csökevényt, mint én, ide bevonultattak. Fölültettünk a vonatra, nem szólt egy szót sem, megy a vonat, kikötünk Szombathelyen, hát onnan megyünk akkor a határőrséghez biztos. Megyünk gyalog, ott a gyönyörű laktanya, kapuba, kék parolin, beszálltam. Hát mondom, akkor itten van fogság, mondom, itt már amire rájöttek. Na most, itt állt meg a helyedet, hát ott látok 2000 embert, jobbrát, barát, én utólag megyek be, megyik kopasság, minden kész, és megkezdem a 3 hónapos kiképzést, szépen jobbrát, barát, ugye a csizmába papírt, mert mindig megfagyott a lábam, mert nagyon ideg volt. Na, ott az kibírt, sok csikket szedtem, mindig a sofőröket szedték a pokróccal, amit eldobáltak, csikket szedje össze. Na, vége az újonc kiképzésnek, a Szombathelyen, így is februárban. Előtte volt egy poén, hogy egy héttel, hogy ki nem akar itt ebben a hadseregben szolgálni, az álljon félre, megy a honvédséghöz. Mondja nekem a vas, gyere álljunk ki, gyere menjünk. Megy a honvédséghez, mint polgári alkalmazott, vagy mi? Nem. Honvédséghöz mennek katonának, tehát nem lesz a karhatalmista, hanem honvédségnél. Ja, úgy, igen. Ott 2 év, itt 3 év. É, világos. Alig tudtam a Jancsit visszatartani, hogy ne menjünk, tehát engem nem bírt a pintér a honvédségtől elhozni. Hát valami van velem, mondom. Igen, igen. Hát akkor maradjunk. Na most, aki haver a Mangyalföldről ott az a pár, aki kiléptek? Az 5 évig volt katona, építőtáboron hordta a Maltert. Egyszerűen volt szabadság. Igen, hát kapcsolni erre persze, igen. Szóval azokat megfingatták. Igen. Na most akkor utána jön a poém. Hát ugye azt mondja nekem, ha kiabálnák, hogy Herli vas, én már mondom, nem, megint valami csikket kell szedni. Kijött a repülőtérre, ahol jobbrát, barát, nem hallották, hogy magukat a nevüket bemondtam. Mondom, mi nevüket, már annyit mondták, földetes, hagyom egyiket a francba, mondom. Maga azonnal leadja a fegyvert, kapja a szolgálat, és gyertek Pesten a laktanyába. Hát, örültünk, hogy felkerültünk Pestre. Igen. Hát, ugye, hétem is, meg nem is. Na, akkor főtünk Pest a Jancsival, bekerültünk mindjárt, akkor alakult ez az egész csapat, és akkor én lettem a főhadnagynak a sofőre, és akkor én vittem, hoztam, meg a műhelyben is dolgoztam. És akkor, hát azt mondja, kapunk 60 darab kocsit, herlentárs elmegy Cseperre átvenni. Én? Hát kopasz katona. Maga. Hát akkor maga. Elmegyek Cseperre. Azt mondja, mit akar maga? Jöttem a 60 kocsi a karhatalomért. Hát, akkor te még mindig a karhatalomnál maradtál? Na igen, hát nem volt kilépés. Függetlenül attól nem volt kilépés, nem volt, igen. Csak igen? A poér, érted? Igen, igen. Na most jönnek ki, ott vannak a kocsik, ez a maga kocsia, ha indítsák be vannak, kipróbáljuk, hogy fék jó-e, nem mennek így, úgy áll a balhé. Uraim, 5 perc, ha nincs itt kocsi, menjek vissza a laktanyába, jelentem, hogy szar, ez nem autó nekünk. Előkerül a nagy Miska, akinek a bútorát hoztuk Szombathelyről. Igen. Azt mondja nekem, kis Herli, mit keresel te itt? Na, Miska bácsi, intézkedjél, mert itt lecsukatok mindenkit. Mert engem küldtek itt a kocsit átvenni. Hát mondom, nem úgy van az. Hát piacskám, apát forog a sírjából. Ezt más is mondta, ezt hagyjuk, mondom. Érted? Igen. Hát az apám beleborodult volna. Na, igen. Szalagról, ami lejött kocsi, ami jó volt, azt vittük el. Kész. Hát köszönjük szépen. Hát le kell kerekítenünk. Álljál, még sehol nem tartunk. Hát. Hát nincs idő. Na, röviden. Igen. Tudod, hogy milyen csavargó ül itt. Na, hogy ott akkor a főhadnagy, megyek reggel érte, szegénykém hozza a
zsákba a cuccot, civilbe. Hát karcsikám, leszerelek. Hát mondom, Istenem, ilyen jó tiszt nélkül itt maradok, izén, parancsok nélkül. 20 év múlva tudtam meg, hogy nyilas volt. Aha. És ávós főhaddal is volt. Na tessék. Ezt add össze. Na mindegy, ezt megértem. Van ilyen. Azt mondd még el, hogy a pártagságot hogy tudtad megúszni, hogy ne kelljen hát a pártba belépni. Várjál, még ott nem tartunk. De hát muszáj vagyunk a felvételt lekerekíteni. Igen? De várjál, ez fontosabb. Következő volt a harci helyzet, a főhadnagy leszerelt, én két napig sétáltam, a belső karhatalom parancsnok egy ezredes volt. Annak két sofőre volt, a másik sofőr elment tisztiskolára, egy sofőr volt, szervízre ment, karcsikám, merigy el az öregé. Elmentem az öregé. Itt az vagyok. Ki volt? Kristóf. De ki, ő tábornok, vagy? Ezredes volt. Ezredes. Partizán vezér volt Brianszban, vagy hol a francba, vagy Oroszországban. Na mostan, beül a kocsiba. Én is beülök. Nem megyünk egy sarkot? Azt mondja, hellertárs, maga az akar az én sofőröm lenni? Jaj, ezredes, nem vagyok jó, én kapitalista csökevén vagyok. Az apám önálló kapitalista volt, meg minden. Igen, de a Pannonia Szőrmegyárban pártitkár, meg az ezredes utcában a kocsit megírtam, meg ez, meg az. Azt hittem, ott kisüllyed a pobedába az ülés velem együtt. Ma mindent tudtak róla. Talán azt is, hogy kit kefétem megértem. Igen. Igen. Krisztó feltárs meghal. Olvasom az újságban, én már boldog civil vagyok, jó keresek, lopok, csalok, és akkor kérlek szépen, ott vagyok a temetésen, a feleségét megcsókolom a halottasháza, karcsikám, így. Öreget kihozzák, kirincs ottan, mint az öreg idejében az őrlány, aki akkor a határőrség országos parancsnoka volt, most figyelj, azt mondja, nézzétek meg, ez a kopasz katona volt az öregnek a sofőre, pedig annak tovább szolgáló kell tenni. El kellett a miniszternél intézni, hogy kopasz sofőr lehet a sofőre. De ti azután növeszthettem a hajamat, minden hónapban új ruhát kaptam. Na, ott van a vállalatvezető, a kincses, az autókerigazgató. Hát nem is tudtam, hogy maga ilyen menő. Hát mondom, mit dicsekedjek, én még felakasztanak egyszer. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Herr Károly, be kell fejeznünk a beszélgetést. Hát nem tudunk egy teljes életet elbeszélni. Nem a képünk már, egy dolgozunk. Így van, gyere, erre parancsolj. És akkor arra ki. Herr Károly!